So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Így szól Avicii, azaz Tim Berling dala. Tehát ébresz fel, amikor vége van, amikor bölcsebb leszek és öregebb. Tegnap, azaz 2018. április 20-án Tim Berling, azaz Avicii meghalt, és ezt a videót az ő emlékére készítem. Nagyon jól ismertük Avicii-t, és szerintem sokunk számára élményt szereztek a dalai. Ugye arról szól a dal, hogy amikor bölcsebb lesz és öregebb lesz, akkor ébredjen fel. Úgy hiszem, hogy ez az ébredés ez számára tegnap eljött, mivel keresztény hitünk szerint az igazi ébredés és az élet valódi kezdete igazából a halállal kezdődik el, nyilván az örök élet, és ez Tim Berling számára tegnap következett be. Nem biztos, hogy a dal erről szól, hogy wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Viszont Tim Berling számára ez megtörtént tegnap, 28 évesen lett úgymond öreg és bölcs, 28 évesen állt Isten elé. Na most utána olvastam egy kicsit Tim Berlingnek, azon kívül, hogy jótékonykodott, és ténylegesen érdekes dalai voltak, amik világslágerekké váltak. Tim Berling nem csak egy szupersztár volt, hanem egy szenvedő lélek. A Wikipédiáról olvasom, hogy egészségügyi problémákkal küzdött, Avicii évek óta küzdött egészségügyi problémákkal, melyek növekvő népszerűségével csak tovább súlyosbodtak. Súlyos alkohol problémái következtében akut hasnyálmirigygyulladást diagnosztizáltak nála, illetve 2014-ben eltávolították az epehólyagját és a vakbelét. 2016-ban, karrierjének csúcsán, több fellépését mondta le egészségügyi problémákra hivatkozva, majd végérvényesen visszavonult a turnézástól. 2018. április 26-án holtan találtak rá Omán fővárosában, Maszkatban. Tehát már 26 évesen ő vissza kellett vonuljon, mert alkoholbeteg volt és fizikailag tönkre ment. Na most Tim Berlingre visszaemlékezhetünk egy szupersztárként is, viszont visszaemlékezhetünk rá egy törött és szenvedő lélekre is, és ezért gondolom azt, hogy imádkoznunk kell a lelki üdvéért, és a következő videóban pedig meg fogom indokolni, hogy miért ajánlom azt, hogy imádkozzunk Avicii, azaz Tim Berling lelki üdvéért.